Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. Ezt indítottuk december 25-én, és január 3-án a 10. napnál tartunk. Ahogy te ezt a napot átéled, automatikusan átviszed október hónapra. Ezen az éjszakán szintén tartok egy szertartást, ami szerencsét hoz október hónapra, és van egy bizonyos téma, ami most nagyon fontos, hiszen ennél a szertartásnál, ennél az energiánál szerelemről van szó és igazságról. Természetesen még részt vehetsz ebben a szertartásban, akkor kérlek, írj egy e-mailt. A díjam 4000 forint. És milyen témák vannak még ezen a napon, ebben az energiamezőben? A fő téma az a szerelem, a párkapcsolat, a szeretet, a harmónia, a béke, a művészetek, egy szép környezet. Ennek a szertartásnak van egy gyógyító ereje is. Kihat a vese megbetegedésekre. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt látható ez a házasság. Lehet, hogy egy házasságban éltek. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy a kapcsolat komoly, ő tervezi veled ezt a házasságot. Itt a házasság alatt megjelenik a kutya és szimbolizálja a hűséget. Tehát megbízhatsz benne, hiszen hűséges. Más témáknál, mint például üzleti dolgoknál, vagy munkahelyi kapcsolatoknál, ez a kártya, a házasság utalhat bizonyos szerződésekre is. Itt változik valami, hiszen az utazás jelenthet ugyan külföldi kapcsolatokat, vagy utazásokat is, de ez az utazás szimbolizálja a változásokat. És itt megjelenik az ő gondolata, ő tervez valamit, tervez egy utazást, tervez egy közös életutat, tervezi ezt a házasságot. És miért van így? Mert megjelenik itt a szerelem. Ő ennek tudatában van, hiszen ott van a gondolat a szerelem mellett. És itt van a szerencse, egy szerencsés fordulat és a remény hozzá. Ezen kívül, a kapcsolaton kívül még várható valami, hiszen valaki útban van hozzád és meglátogat téged. A kutya jelentheti a barátságokat, ez lehet egy barát vagy egy barátnő is, és ez a barátnő tervezi ezt a látogatást. Ez lehet egy meghívás is, és te látogatod meg őt. A környezetben megjelenik egy harmadik személy a háttérben. A kártyán egy férfi látható. De mint mindig, a képeknek van szimbolikus jelentése is. Itt ez a háttérben lévő személy, aki féltékeny, vagy irigy, vagy kíváncsi, lehet egy nő is. Valaki figyelget benneteket. Te találkozni fogsz a szerelmeddel. De nem vagytok egyedül, hiszen valaki nagyon-nagyon kíváncsi. Légy ennek tudatában. Gondolkodj el ezen is. Itt ez a bíró jelent igazságtalanságokat. Ez a helyzet igazságtalan veled vagy veletek szemben.
Amit a bíró jelenthet, egy bírósági ügy, ebben az esetben lesz egy fordulat, és egy jó kimenetel, hiszen itt látható ez az öröm. Jól alakulnak itt is a dolgok. A bíró jelenthet egy bizonyos helyzetet is, amit eddig igazságtalannak láttál, de mivel itt az öröm megjelenik, és a remény egy vonalban a bíróval, itt lesz egy fordulat, lesznek változások, ahogy az utazás is mutatja. Sok minden változik az életedben, és itt lesz egy jó kimenetel. Ami a házat illeti, ez utal egy stabil párkapcsolatra. Itt ki tudtok építeni valamit. Ez lehet egy közös otthon tervezése is. A ház jelenti az otthonodat, a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy jelentheti a szülői házat, a családot, a rokonokat. Itt ebben a környezetben lehet itt ez az igazságtalanság. De ne foglalkozz ezekkel a dolgokkal, nem éri meg, hogy sokat gondolkozz ezeken az eseményeken. Bíz mindent a sorsra, hiszen itt megjelenik a szerencse, a remény, az öröm. Itt magától fognak rendeződni a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.